kaptunk takarófóliát, és próbáljuk azt elérni, hogy míg szárad a fal, addig nem ráraknénk, mert azt mondták, az nem szabad. Viszem! És akkor most megpróbáljuk kicserélni, amit még lehet, meg azt csináljuk, amit a szakemberek mondanak. Többnyire az ilyen palatetős házakban okozott jelentősebb kárt a szombatesti vihar. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Ibrányban és Bujonhelyenként tojásnagyságú jég rongálta meg az ingatlanokat és a szabad ég alatt parkoló autókat. A kárfelszámolások még hétfőn is javában zajlottak, hiszen szombat este jelentős mennyiségű csapadéka jéggel és erős széllel érkezett a vihar Szabolcs-Szatmár-Berekbe. A legjelentősebb károk az Ibrányi járásban történtek, Búj és Ibrány településeken. 24 óra alatt, mondhatni szombat estétől vasárnap estéig, 325 segélyhívás érkezett a vármegyei katasztrófavédelem művelet irányító központjába csak a viharkárokkal kapcsolatosan. Elsősorban ugye nagy mennyiségben lezúduló és összegyűlt csapadékvíz miatt, kidőlt fák, valamint sérült házak, tetőszerkezetek miatt 40 településről érkeztek bejelentések Szabolcs-Szatmár-Berekből. Csak Bujon 5 ház lakhatatlanná vált, és ugye a kárfelmérés, a kárfelszámolás az folyamatos, tehát lehet, hogy több ingatlan is érintett lesz. A katasztrófa védelem dolgozói itt már Ibrányban igyekeznek fóliával védeni a megmaradt tetőszerkezetet. Trencsényi Imre, Ibrány polgármestere elmondta, igyekeznek minden károsultnak a lehető leghamarabb segítséget nyújtani. Nagyon sok segítséget kapunk mi is a katasztrófa védelemtől, a kincstártól, a helyi védelmi bizottságtól, de azért azt elmondhatom, hogy első körben, első kézben mindig az önkormányzatot, a polgármestert keresik meg a problémájukkal az emberek. Hát először is tegnap egész nap kárelhajtás folyt, ahogy említettem, szivattyúztunk, illetve néhány önkormányzati intézmény tetőszerkezetét be tudtuk fejezni, és több lakás is elkezdtük. Hát ezt ma folytatjuk, mindenkinek a problémáját meghallgatjuk, azt rangsoroljuk, attól függően, hogy milyen nagyságrendű problémával állunk szembe, és fokozatosan haladunk itt a mellettem lévő tűzoltók segítségével, illetve kaptunk még az önkormányzat helyi gazdasági és műszaki ellátó szervezetén kívül ibrányi kötődésű ácsmesterektől is segítséget, tehát egyszerre 3-4 helyen tudunk beavatkozni, és fokozatosan próbáljuk a károkat enyhíteni, csökkenteni, megszüntetni. A rövid idő alatt lezúduló eső és jég nem csak a lakó épületekben tett kárt. Több gazdálkodó éppen betakarítás előtt álló gyümölcsöse ment tönkre. A megy ebben a kertben is vastagon beteríti a fák alatti talajt. Hasonlóan nagy a kár az almás kertekben. Továbbá a gabonaféléket, a kukoricát és a napraforgó földeket sem kímélte a szélsőséges időjárás. Ez egy 3,5 hektáros terület, ahol most vagyunk. Ebből 1,5 hektár alma, 1,5 hektár szilva, és a többi megy. Sajnos a megy a 100%-os kárt szenvedett, az teljesen leverte a jég, az almára és a szilvára is, és azt mondom, ilyen 90%-os kár, mert a nagy része a földön van, és ami pedig a fán maradt, az nagy része ekkora ütéseket kapott, az sajnos nem sokára le fog hullani, és a többi esetleg épp szemeket is el fogja rohasztani, mert a területre nem lehet most rájönni, hogy egy rezes permetezést kapjon, akkor a vízmennyiség található rajta, több mint 100 milliméter esőtől, hogy kell várnunk kb. Egy hetet, hogy ez felszívja a talaj, úgyhogy az addig sajnos tönkre fog menni, még az esetleg épp szemek is. Úgyhogy itt több mint 10 milliós kár keletkezett. Az ehhez hasonló több millió forintos káresetek esetében a gazdálkodók élhetnek az állami kártérítés lehetőségével, veszteségeiket ez azonban teljes egészében nem fedezi.